Sziasztok! Egy-két hét óta most érzem úgy először, hogy elég időm és lelki energiám van videózásra. És úgy gondoltam, hogy először is érdemes lenne már befejezni ezt a középkori epizódot. Most már csak két pálya van hátra. Ezután pedig egy kicsit szüveteltetni fogom a Dálkatonát és más dolgokba kezdek. De... erről még szó lesz a videó során. Ez egy nagyon rövid pálya. Mindössze 9 ellenfél, mármint 30 ellenfél van rajta. Titkos helyekből egész sok van. Ez itt az első. Backtrackelünk egy kicsit. És szerintem most be fogom nektek mutatni az új fegyvert, amit az előző varázslótól szereztünk. Ezt a Windrexis Wispet. Körülbelül ilyen. Eléggé hatásos. Száll körbe-körbe, és a villámai minden ellenfelet sebeznek. Igen, ezen az egész területen átszaladtam, viszont további titkos helyeket szerezhetünk meg, hogyha ide átlőjük magunkat. És aztán megéri így egyszerűen csak átszaladni ide-vissza. Egy kicsit sebződni fogunk, de... nem olyan súlyos. Felszedjük a ballista nyilakat, és... ezzel 5 titkos hely meg is van. Na, nem robbant fel a láda. És egy remek power-upot kapok. Ennél jobb nem is lehetne. Először viszont fölveszem ezt a Purifier részecskét. Ezzel nyílik meg a tovaút. És hát felszedem a láthatatlanságot, és így előre szaladok. Jó. Talán a legnehezebb ebben a pályában az, hogy ne essünk bele a lávába. Jó. És még be is mutatom ezeket az új ellenfeleket. Ilyen varázslónők. Akik... hitszkenes villámmal támadnak ránk. Akár még idáig is eljövök. Hogyha már itt láthatatlan vagyok. És ez már itt az egész pálya vége. Legalább közelről láthatjuk ezeket az ellenfeleket. És tényleg itt vagyok a pálya végén. Ennyi az egész. Ó! Még volt valami kis ellenfél. Visszaugrok. Mert egyrészt Superfly-t is ott hagytam. És vannak itt még titkos helyek. Egy denevér. Jó, nem akad be, csak valamiért egy... kicsit ott egy helyben száldosott. Na nézzük, miket hagytam itt. Egy akrobatikát, amivel nagyon egyszerű lesz oda felugrani a következő titkos helyhez. Ez egy power, ami szintén értelmetlen itt. Eléggé nehezen megtalálható titkos hely, én nem gondoltam volna erre. Ezt a két háromszöget kell aktiválni. Ezzel megszerezzük a Ring of the Undead Protection-t, ami nem tudom, hogy mire lesz jó. Eléggé egyértelmű, ez már a harmadik gyűrünk, hogyha jól számolom. Jaj, majdnem leestem. Hogyha
ez a veszély fennállna, akkor továbbra is csak lőjetek magatok alá a ballistát. Illetve úgy nagyon egyszerű ilyen szituációkból kikerülni, hogyha a fal mellett vagytok és úgy lövitek fentem magatokat. Na de ott tartottam, hogy van ez a... az élő halottaktól való védés gyűrűje. Ó, és oda is föl lehet ugrani. Nem akarom sebezni Superflyt. Igen, ez a pálya, amilyen rövid, végig tele van titkos helyekkel. De visszatérve tényleg arra, az érzékelhető, hogy a tűz és a villámlás már kevésbé sebez minket. Föl tudja szedni azt a páncélt, nem? Ha, nem baj. Most úgyis én azt akarom, hogy itt maradjon. Szóval nem tudom, hogy ez az Undead Protection gyűrűje mennyit véd minket. Lehet, hogy a zombik kevesebbet sebeznek rajtunk mostantól, vagy valami hasonló. De annyira nem számít. Szóval ide simán föllőhetjük magunkat, hogyha jól időzítünk két ballista ugrást. Hogyha nem léptetek ennyi szintet még az ötekkel, akkor lehet, hogy az Acro Power Up-pal kell ide szaladnotok, hogy egyetlen egy ballista lövéssel kerüljetek oda föl. Na, minden megvan, már csak egy ellenfél van hátra. De... meglátjátok, hogy mi lesz itt. Ez a mi harmadik mágusunk. Ő lenne Nár. Nagy varázsló. Pontosabban Necromancer, aki... láthatjátok, hogy ellenfeleket idéz. Két támadása van, az egyik az az, amikor így mondja, hogy Meet my wrath. Ilyenkor idézhet patkányt, denevért vagy zombit. Illetve most hallhattátok, hogy nem azt mondja, hogy Meet my wrath, hanem valami mást. Ez egy zseniális TH kiejtés volt, mondhatom, na mindegy, annyi baj legyen. Az a lényeg, hogy amikor azt a latin kántálást csinálja, akkor bújjatok el valahova, mert az egy kikerülhetetlen támadás. Egy ilyen hatalmas démont idéz, amitől a földbe gyökerezik a lábunk. És a démonos sebezni fog minket, meg minden más ellenfél is, ami itt körülöttünk van. És gondolkodhattok, hogy én mégis mi a fedét csinálok most? Amire a válaszom az lenne, hogy egy... kicsit kísérletezek. Ó, hol vagy? Jól van. Sikerült elbújnom belőle. Éppen mostanában értem el valamikor a 100 feliratkozót. És mivel pont most tartok itt ezen a pályán, ezért gondoltam, hogy egy ilyen poén kihívás lenne, hogyha ezen alkalomból megpróbálnám ezt a boss harcot úgy csinálni, hogy hagyom, hogy ez a Nár 100 ellenfelet spódoljon, ami így egyszerre itt... nyüzsögni fognak. Lehet, hogy ez egy borzasztóval rossz ötlet, és sőt... valószínűleg az lesz a vége, hogy egyszerűen csak crashelni fog a játék, vagy valami, de... úgy gondoltam, hogy csinálok már egy ilyet, hogyha... hát na, különleges alkalom. Meg poén lesz látni, hogy mégis mi történik. Nem találtam róla olyan videót, ahol valaki ezt csinálja. És ez igazából ezzel a bosszal a probléma, hogy minden ellenfélért egyébként tapasztalatpont jár, és ez amennyire tudom végtelenül spónolja az ellenfeleket, tehát itt a karakterünket kimaxolhatnánk. Pontosabban minden tulajdonságunkat fölemelhetnénk
4-es szintre az 5-ből. De egyébként végtelenségig nem maradhatunk itt, mert azért néha simán eltalálhatnak ellenfelek, megmérgezhetnek, és azért az az egy démonos idézése se valami nagyon jó. És azért olyan könnyű eddig a dolgom, mert megszereztem ott fönt azt a Mega Armort, ezért az ilyen kisebb sebződések nem igazán számítanak. Hol tartok egyébként? 61-nél. Oké, gyere ide ki. A legnagyobb probléma az az lenne, hogyha sarokba szorítanának, vagy körbevennének. Amin segíthet az, hogy az akrobatikusságom eléggé magas szinten van már. Na. Amíg én itt szórakozok, és szaladgálok az ellenfelek körül, meg ők szaladgálnak körülöttem, addig jobb lenne, hogyha elővenném a Dai katonát, mert akkor legalább gyorsan ki tudom őket visszusolni, hogyha körbevennének. Addig megkérdezném tőletek, hogy mit szeretnétek szívesebben látni, mert több tervem van arra, hogy jaj, hogy miket fogok majd ezután fölvenni. Először is még néhány más FPS-t gondoltam vinni, például vagy a Painkillert trauma fokozaton. Elnézést, mi ez? Nagyon idegesítő, amikor a zombik így pontosan elém spónolnak, és nem tudok miattuk tovább menni. Lassan ideje lenne szerintem, hogy mentsek egyet. Remélem ez nem... Nem tudok menteni? Ó, jaj, ezt nem gondoltam át. Boss harc közben úgy tűnik, hogy nem hagyja a játék, hogy mentsünk. Hol tartok? 79 még csak, te jó ég. Hol tartottam? Ja igen, a Painkillert kivinném trauma fokozaton, vagy a Sirius Sam 2-t hardon. Illetve úgy gondoltam, hogy visszatérhetnék egy kicsit a platformerekhez. Abból vagy a Völgár the Vikinget, mindig elém spónolnak ezek a zombik. Tudják, hogy a legidegesítőbbek. Ó, jaj, itt van a... Látjátok, hogy mennyit sebződök? Oké, itt lenne az ideje, hogy komolyan vegyem a dolgokat. De levitte az életerőmet. Az a baj, hogy úgy tűnik, hogy ha már ennyi ellenfél van, akkor nem hallom a varázsló kántálását, ami alapján megmondhatnám, hogy milyen támadást fog használni. És még csak 85 ellenfél spónolt. Hát végül is 50 ellenfél az van már itt, szóval lehet, hogy meg kéne ezzel elégednem. Főleg, hogy ilyen kevés életem maradt. Igen, még a Mega Armor se segít, hogyha ilyen hülye ötletekkel állok elő. Ugorjak át rajtuk? Jó, sikerült. Hát egy kicsit csalódás lesz, hogy nem sikerül ez a 100 ellenfeles challenge. De őszintén már kevésbé akarom továbbvinni ezt az ötletet, mert hát mentés nélkül nem akarom, hogy itt most kikresseljen a játék, és előről kelljen kezdenem az egész pályát. De lehet, hogy így is föltöltöm, hogy hát legalább érdekes fél. Kezd akadozni is a játék, nem tudom, hogy mennyit bír az engine. Jaj. Jó, szerintem itt az ideje, hogy de százig visszam az ellenfeleket, mindjárt meg lesz. Már csak 4 ellenfél. Ó, te jó ég, legrosszabb ötlet ever. És most már nem is akarok nagyon beszélni, pedig elgondoltam, hogy miféle mondani valóim lesznek, ameddig itt tökölök itt ezzel a bosszarccal, de jaj, ez most így húzós lesz.
Oké, már csak két ellenfél. Sok ellenfél be is bagolt már oda az architektúrába. És gyerünk! Ó, te jó, minden kilicssel, minden. Megfagytak a meteorok a levegőben. És nem tudok átváltani más fegyverre. Mi történik? Ja, hogy most már a Daikatana van nálam, csak... Csak még mindig a... meteorlövőt mutatja. Oké, ez zseniális ötlet volt. Átváltok a... a démont summonolta most. Ez nem lesz jó. Menjetek innen! Nem akarok többet ebből a boss harcból. Jó, még 100 életem van, de... Az is hamar elfogyhat, főleg, hogyha itt bebagolok még egyszer. Ó, jaj. Az a probléma, hogy itt van egy lávaterem is. Ami szintén nem lenne jó, hogyha beleesnék. Nem? Megint a démont hívja. Legalább izgalmas ez a boss harc így. Nincs sok életereje egyébként a varázslónak, szóval nem kihívás alapból. Milyen fegyverem van még? Van még ballistám. Akkor használjuk azt. Az előbb, minthogyha kifogytam volna, de... Nem tudom már. Már nem tudok semmit. 50 élet. Megint hívta volna a démont. Legalább egyszer láttátok, hogy hogy néz ki. Most már csak azt akarom, hogy véget érjen ez az egész. De még mindig hívja az ellenfeleit. És megvan. Megszereztem a varázsló botját. Amivel azt tudjuk csinálni, hogy mi is tudunk démont hívni. De én inkább ezt csinálom most. Mert ez a legbiztonságosabb. Hát ez... rendkívül kalandos élmény volt. Nézzük, hogy még hol vannak ellenfelek bebagolódva. Szinte majdnem kikresseltem az egész játékot, van egy olyan érzésem, de... 110 ellenfél legalább megvolt. Jaj, ez hülye ötlet volt, de remélem, hogy szórakoztatóbb lett tőle a videó. Vissza tudok jönni Superflyért, igen. I'll be there in a sec. Most, hogy belegondolok... Oh no! Heheheheh!